A gazda országjárás legutóbbi Szabolcs megyei állomása Vásárosnamény volt péntek kora este. A fórumon elhangzott, eddig 174 ezer aláírás gyűjtött össze a MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az uniós támogatások érdekében. A kezdeményezéshez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is csatlakozott, valamint az is terben van, hogy a jövőben kiterjesztik, így nem csak a gazdák, hanem minden magyar állampolgár is aláírhatja majd. A tervek szerint az Európai Unió a terület alapú támogatások 16%-át, a vidékfejlesztési források 27%-át csoportosítaná át a következő ciklusban a migráns ellátásra és a belső határok támogatására, közölte a MAGOSZ elnöke Vásárosnaményban. Jakab István szerint ez élelmiszer áremelést okozna, illetve komoly veszteséget jelentene a gazdáknak. Az emberek érzik, hogy nem ezért lettünk az Európai Unió tagjai, nem azért lettünk az Unió tagjai, hogy néhány nagyállam vagy néhány brüsszeli bürokrata kitalálja azt, hogy ők migránspártiak, ők azt akarják, hogy majd kívülről hoznak be családsegítő programok helyett, ők külföldről hozzanak be egy idegen kultúrából munkaerőt. A mi álláspontunk egészen más, mi azt mondjuk, hogy családtámogatási programok, családra alapozni, fejleszteni, korszerű ágazatokat kialakítani, és a magyar munkaerő pedig legyen elegendő ennek biztosítására. A 27 tagállam közös agrárpolitikájára jutó 388 milliárd eurós forrás 324 milliárdra csökkenne, a migránsok szociális ellátására és beilleszkedésére az eddigi 10 milliárd euró helyett pedig 32 milliárdot fordítanának. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője a fórumon kiemelte, pont a közép-európai országok, így Magyarország is a legrosszabbul járna, ha ezt a költségvetést fogadná el az új EU parlament a májusi választások után. Fontos elmondani, hogy a választás tétje az, hogy olyan vezetésnek kell majd irányítani az Európai Uniót, olyan többséggel, akik igenis fontosnak tartják a vidékfejlesztés érdekeit. Uniós biztosok is járják már az európai országokat. Én is személyesen a Hörcsik Rihárd képviselőtársammal voltam olyan költségvetési biztosi megbeszélésen, ahol mi azt mondtuk, hogy Magyarország számára a vidékfejlesztés a legfontosabb. A tavaly előállt piaci zavar miatt az Agrárminisztérium az előzetes szerződéskötésről döntött a napokban. Ennek értelmében az idei évtől minden magyarországi feldolgozásra beszállított almára és megyre írásbeli szerződést kell kötni. Ezen kívül azok a feldolgozók, amelyek több mint 100 tonna megyet vagy 200 tonna almát dolgoznak fel, az általuk feldolgozandó mennyiség legalább 60%-át kötelesek lefedni szerződésekkel. A szerződések megkötésére megynél legkésőbb május 15-éig, almánál legkésőbb augusztus 1-éig van lehetőség. A szerződés írásba foglalását elmulasztó felvásárló vagy feldolgozó bírsággal sújtható, valamint a rendelkezések betartásának ellenőrzése is szigorodik. Az árak vagy az árképlet meghatározása a szakmaközi szervezetek feladata, elsősorban a Fruitwebé, de az Agrárkamara és a MAGOSZ segítségére is számíthatnak, tette hozzá Jakab István.